Egy országos kezdeményezést mutatunk be, lehet, hogy kevés hallgatónak kell bemutatni, mert hogy nagyon sokan hallottak már róla. 3 hete meghalt egy 7 éves kisfiú, halálát minden bizonnyal anafilaxiás sok okozta, amit a mogyoróra való allergiája váltott ki. Azóta érintettek és döntéshozók dolgoznak azon, hogy minden magyarországi oktatási intézményben legyen EpiPen injekció, amelyel bárki könnyedén kezelheti az anafilaxiás sokkot. Janklovics Natasát köszöntöm a vonalban, aki 2 gyermekes édesanyja. Az Allergénius Egyesület szóvivőjeként is bemutathatom már, mert hogy szoros együttműködés kezdődött kettejük között. Jó napot kívánok, szervusz Natasa! Igen, jó reggelt kívánok, Judit! Köszöntöm a hallgatókat is! És a műsorban köszönthetem Éder Flórát is, aki érintett, de ebben a történetben nem mint édesanyja érintett, hiszen 2 gyermeket nevel, hanem ő maga allergiás néhány fűszerre. Szia, igen, köszöntök mindenkit én is. Nem sokára hallhatjuk a te történetedet, először azonban Natasához fordulok. Jól fogalmaztam, amikor azt mondtam, hogy egy alulról jövő kezdeményezés tulajdonképpen egy országos kampánnyá vált? Hogy érzékeled? Tökéletesen fogalmaztál, Judit, így van. Megtörtént ez a tragédia, és az anafilaxiás gyermekeket nevelő szülők egy munkacsoportja alakult meg tulajdonképpen, és az Allergénius Egyesülettel, akik tulajdonképpen már 2018 óta jelen vannak. Tehát tulajdonképpen itt Rab Edith, aki a kisfia folytán érintett, már évekkel ezelőtt alakított egy egyesületet az ilyen gyermekeket nevelő szülők segítésére, de most jött el az a pillanat, és hát nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy ehhez kellett ez a januári esemény. Most jött el ez a pillanat, hogy itt az Allergénius Egyesület és az allergiás gyermekeket nevelő szülők összefogtak, és egy komplett programban csúcsosodik ki. Most tulajdonképpen ez a fúzió, ez az úgynevezett Allergénius program. Ennek az Allergénius programnak a mai napra több nagyon fontos pontja lett, tehát tulajdonképpen egy 10-15 pontban rendszereztük azt, hogy melyek lennének azok a döntések, azok az irányok, azok a szabályok, törvények, amelyekkel azokat a gyermekeket, akiket tudottan ilyen helyzetben vannak, tudnánk segíteni. Leginkább az oktatási intézményekre fókuszálunk, de itt Flóra esete is tökéletesen megmutatja, hogy itt nem szabad csak a gyermekekre szorítkozni, amikor az anafilaxiás, és nem szabad csak az ételallergiára. Tehát itt egy másik dolgot, amit múltkor is hangsúlyoztunk, mély allergia, mély csípés, darázs, vegyszerekre, különböző gyógyszerekre, tehát itt a csoport, hiába azt mondom, hogy az ételallergiás esetből alakult, de mégis az összes anafilaxiásan érintett allergiásnak az ügyét képviseli. Flóra, mire vagy allergiás, és milyen súlyos allergiát okozhat az a bizonyos dolog, ami ha bekerül a szervezetedbe, akkor bajba juthatsz? Elég egyedi az esetem. Én fűszerekre vagyok kifejezetten allergiás, zöld fűszerekre, bazsalipom, oregano, kapor, kurkumára, a menta is ki van nálam mutatva. Tehát ez azt jelenti, hogy én, hogyha eszem egy jó kis olasz tésztát bazsalikommal, akkor elég valószínű, hogy én megfulladok és anafilaxiás sokkot kapok. Sajnos történt is már velem egy nagyon durva eset, amikor erre az egészre ráébredtünk. Én 12 éves voltam, amikor az első esetem megtörtént, egy kapros levest ettem, és akkor még csak csalánkiütésem lett. Nem is sejtettünk semmit, nem is mentünk a dolog után, a gyerekorvos engem ellátott, nem tulajdonítottunk ennek semmilyen nagy jelentőséget, és rá jó pár évre egyetem alatt elmentem humuszozni a barátnőmmel, bicajra pattantunk utána, és akkor megtörtént viszont a baj. Elkezdtem fulladni, befújtam ventolinnal, mert hogy nekem asztmám is van, gondoltam, hogy semmi gond, én ezt kezelem. Tovább mentünk, de kis idő elteltével elkezdett bedagadni a szemem, ödémás lett, iszonyatosan nagyra dagadt a nyelvem, megjelent a csalánkiütés, már alig kaptam levegőt, ráment a szememre is a dolog, és akkor mentőt hívtunk, mert teljes pánikba kerültünk, fogalmunk nem volt, hogy mi történik. És akkor a mentőbe elláttak, és természetesen kórházba is kerültem. Sajnos hozzám többször érkezett már mentő, 5-6-szor életem során, mióta tudom, hogy allergiás vagyok. Annak a injekció mindig van nálam, és az a nehéz, hogy
hogy éttermekben nagyon körülményes nekem ez az étkezés. Mert hogy hiába kérdezel rá, nem lehetsz biztos sosem abban, hogy... Nem lehetek biztos, nem lehetek biztos. Van, hogy nem vesznek komolyan, azt gondolják, hogy na, szórakozik, biztos egy újabb divat gluténérzékenyhez hasonló próbálkozást, szóval nem veszik mindig komolyan. Külföldre utazok, mindig lefordítatom a betegségemet, a fűszereket, amit allergiás vagyok. Szóval én ezt nagyon komolyan veszem, mert tényleg volt ilyen, hogy megrendeltem, kijött, éreztem, hogy nem jó. Mert ezt érzem, meg megszagolom, és tudom, hogy ebben van valami. Visszaküldtem, és kihozták újra, és a mentő vitt el. Tehát, hogy erre is volt eset. És lehet azt mondani, hogy 12 éves korodig nem voltál allergiás, vagy úgy fogalmazol, hogy 12 éves korodig nem jött ki? Nem jött ki, pollenallergiám volt, csak nem jött ki addig nem jött ki. És a pollennek vajonban bármi köze az ételallergiához? Mit mond az orvos? Hát keresztallergia ugye kialakulhat pollenallergia miatt, de azért ilyen súlyos reakciót nem kell, hogy kiváltson. És ugye ez az IgE-vizsgálat is kimutatott X dolgot, de az orvos nekem azt mondta, hogy igazából ez tapasztalás alapján fog minden kiderülni, szóval nagyon vigyázzon. Mi a helyzet a gyermekeiddel? Tapasztalás itt is az út, de azért leteszteltetted már őket? Érdemes egyáltalán? Tünet hát nélkül? Nem teszteltettem le őket, én magamra különfőzök, és nekik meg igyekszem minden olyan allergént adni, ami nálam reakciót vált. De nálad egyébként már a belégzés gondot okozhat? Tehát ha nekik főzöl egy bazsalikomos tésztát, abból még talán bajod neked nem lesz. Abból nekem nem lesz bajom, de mondjuk ha a kurkumát belélegzek, attól már elkezdek befulladni. Tehát, hogy van olyan allergén. Natasához adom, illetve Natasának adom vissza a szót. Hol tartotok? A közösségi oldalakon lehet látni egy-egy döntéshozó, egy-egy polgármester hozzászólását, egy-egy oktatási intézmény vezetőjének a támogatását, mármint, hogy biztosít titeket a támogatásáról, de különben van-e már intézmény, ahol elhelyezték ezt a bizonyos életmentő injekciót? Örülök, Judit, hogy nektek mondhatom itt el először, hogy ami számunkra ugye talán a legfontosabb, hogy az illetékes minisztérium, az EMMI nyitott a párbeszédre, és ezen a héten megkezdődnek az egyeztetések. Talán ennél nagyobb dolog nem is történhetett velünk az elmúlt hetekben, viszont így, ahogy mondod, ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy az ország minden pontjáról, a nagyvárosoktól kezdve, a legkisebb falvakig számtalan olyan visszajelzést kapunk önkormányzatoktól, polgármesterektől, az oktatási intézményektől, hogy ők már megrendelték ezt az adrenalin autóinjektort, és tervükben van, hogy már ebben az évben elhelyezik az intézményekben. Sőt, a legtöbben, akik ezt jelzik, ők azt mondják, hogy már a jövő évi költségvetésüket, ugye, amit most alakítanak, már abba is tervek szintjén szerepel ezeknek a beszerzése és az intézményeknek az ellátása. Mi azt látjuk, hogy ez alatt az elmúlt pár hét alatt több dolog történt az anafilaxiás ételallergiások, vagy anafilaxiás allergiások érdekében, mint mondjuk az elmúlt 10 évben itt az országban, és ezen az úton haladunk. Ahogy te is sokszor hangsúlyozott, talán a legfontosabb ennek a két adrenalin autóinjektornak az elhelyezése az intézményekben, hogy egy prompt esetben azonnal intézkedni lehessen. A másik, ami szintén az Allergenius programnak a zászlajára van tűzve, és talán a másik legfontosabb pillére ennek a programnak az az, hogy az ismerten, tudottan ételallergiás gyermekek, ha intézménybe kerülnek, akkor az intézmény egy központi döntés által köteles legyen számukra biztosítani, ugye, ami benne van az alaptörvényben is, az egészséghez és a biztonsághoz való jogukat, ami azt jelenti jelen esetben, hogyha tudottan ilyen súlyos ételallergiás gyermek van, akkor az intézmény vonjon egy védőhálót, egy biztonsági hálót a gyermek köré. És itt ennél a pontnál ez egy nagyon-nagyon széles körű dologgá válik. Innentől kezdve ugye érintettek lesznek azok a szülők, akik mondjuk majd az én kisfiam csoporttársainak a szülei lesznek a társadalmi érzékenyítés, társadalmi empátia révén. Itt
kénytelenek vagyunk ugye a közétkeztetést bevonni ezekbe az egyeztetésekbe. Meg is kerestük már a legnagyobb közétkeztető cégeket. Nagyon bízunk benne, hogy nyitottak lesznek ők is az egyeztetésre. És az, ami talán a másik legfontosabb, hogy a pedagógusok és az oktatási intézmények részéről ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy nyitottak legyenek a tréningekre, hogy magabiztosan felismerjék ugye ezeket a helyzeteket, és kétség nélkül tudják használni ezt, ahogy korábban is említettem, és te is említetted, ezt a roppant egyszerűen használható EpiPen vagy Anapen adrenalin autóinjektort, ami igazából egy perc alatt megtanítható bárkinek. Tehát mondom itt a biztonságot, a magabiztonságot ezekkel a kérdésekkel, inkább az allergiás reakció felismerése kapcsán kell, azt gondolom, gyakran. Nem azt, hogy egyszer, ez nem úgy működik. Az első segélynyújtást is ugye nem úgy van, hogy egyszer megtanulja valaki, és akkor tudja, hanem ezt rendszeresen fél évente, évente ismételni kell. És itt nem több hetes tréningről, itt 10-15 percekről van szó, hogy akik a gyermekeink érintett gyermekeink környezetében vannak, ők felismerjék a helyzetet, és tudjanak cselekedni. Na igen, de ezeket a képzéseket ti fogjátok tartani? Van kapacitásotok rá? Egyeztetésben vagyunk erről. Szigetváron már volt egy nagyon sikeres modell, az úgynevezett allergia képzetiskola, ami alig egy éves történet, és papfőorvos úr nevéhez fűződik. Tehát tulajdonképpen ez a modell, amit most mi az egész országra szeretnénk kiterjeszteni, ez piciben már sikeresen működött. Igazából az lenne a tervünk, hogy a szélrózsa minden irányába nyissunk ezzel a programmal, és így van, ez természetesen a továbbiak folyamánya, hogy alakulnak az egyeztetések ezeknek a tréningeknek a kapcsán. Biztos, hogy ezek hivatalos tréningek lesznek, nem az, hogy majd csak én elmehetek ide vagy oda, és elmondom, amit én tudok erről. Nekem például nincsen orvos szakmai végzettségem. Ezeket szakmai emberek fogják orvos szakmai végzettséggel megtartani természetesen. Erre lesz lehetőség, és most vagyunk benne ebben az egészben, most alakul ez az egész. Biztosítunk mindenkit, minden oktatási intézményt arról, hogy lesz lehetőség ezekre a tréningekre. Flóra, te például megnyugodnál? Ha az oktatási intézményekben lesz EpiPen, Anapen injekció, nyugodtabb leszel? Igen, abszolút, és maximálisan támogatom önnapesáikat is. Sose lehet tudni tényleg, hogy ez mikor jön elő. Az én példámból is látszik, hogy ez nem feltétlenül derül ki kisgyerekkorban otthon, amíg kettesben van az anyukával a gyerek. Tehát nagyon fontos erre hangsúlyt fektetni. Tényleg mindig biztonságban legyenek a gyerekek az óvodában, iskolában, bölcsödében is. Natasa, még egy záró gondolat. Mi a következő lépés? Megkezdődnek az egyeztetések. Szerinted milyen gyorsan lehet ebből döntés? Én bízom benne, hogy egy ilyen horderre együtt dologban, ahol ennyire érezzük a minden szinten a támogatását a társadalomnak, az intézményeknek, önkormányzatoknak, és ezáltal, hogy párbeszédet engednek tulajdonképpen magának az illetékes minisztériumnak is. Én nagyon bízom benne, hogy fontos ügyekben gyors és hatékony döntések születhetnek, és az Allergénius program is ezen az úton halad. Úgyhogy drukkolj nekünk, Judit, hogy így legyen, ahogy én ezt elképzelem. És természetesen be is fogunk róla számolni, úgyhogy remélem, hogy minél korábban beszélhetünk újra, mert az azt jelenti, hogy gyors volt ez a folyamat. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok, és kitartást, erőt kívánok a munkátokhoz. Az elmúlt percekben Janklovics Natasát hallottuk, aki két gyermekes édesanyja, egyik gyermeke anafilaxiás sokkot is kaphat akár, hogyha mogyorót eszik, ezért is tűzte zászlajára, hogy minden intézményben legyen EpiPen injekció, és úgy tűnik, hogy a hangos szava meghallgatásra talál, mert hogy az EMMI nyitott az egyeztetésre, és meg is kezdődnek az illetékes minisztériummal a párbeszédek. Ezzel kapcsolatban az Allergénius Egyesület szóvévőjét hallottuk, és mellette Éder Flórával beszélgettünk, aki érintettként számolt be a történetéről.